A Vitéz nagybányai Horthy Miklós által alapított történelmi vitézi rend Vitéz avatási ünnepségét szeptember 20-án tartották Budapesten a 9. kerületi Kálvin téri református templomban. Tisztelettel kérek mindenkit, álljon fel! Érkezik a Vitézi rend avató pallósa, az országvédő pajzsa és a rend zászlói. Történelmi egyházak képviseletében érkeznek az egyházi főméltóságok. A Vitézi rend főkapitánya és a Vitézi szék tagjai érkeznek. A vitézavatás hagyományaihoz híven a Magyar Szent Korona másolata is jelen volt a szertartáson. A koronaőröket Vitéz Vóth Imre, törzskapitány, koronaőrparancsnok vezette. A történelmi egyházak képviseletében először Vitéz Szabó Ferenc Mány református lelkipásztora mondta el áldását az avatandókra. A lelki fegyverzet felöltése azoknak a kiváltsága, akik Jézus Krisztusban élik életüket és hitüket. Az élet útján a vitézi szolgálatban a legfontosabb, hogy kiben hiszünk, kiben reménykedünk. Ma kötelezzük el magunkat Jézus Krisztus mellett, újból, ismét vagy először, hogy fel tudjuk vértezni magunkat ezekkel a lelki fegyverekkel. Ma hadd emeljek ki egy fegyvert, egy üzenetet ebből a felolvasott részből, amely így hangzik: vegyétek fel a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Meg kell tanulnunk, hogy ez az eszköz, ez a fegyver nem csupán elválaszt, hanem összeköt. Sebezni lehet vele, majd utána gyógyítani is. Lehet lelkeket menteni az örök életre, de lehet Isten igéjét elhallgatni is. Ó, ne így legyen! Vitéz Monostori Marcell, vitézi székkapitány, görög katolikus parókus szerint az avatandó vitézek feladata, hogy az ezer éves történelemmel rendelkező magyar föld hagyományait megőrizzék. Kaptál egy arcot, apád, anyád arca. Kaptál egy nevet, hordozd becsülettel. Kaptál egy kezet, ne erezd el, ne erezd el. Kaptál egy szívet, igazíts rajta, ha tudsz. Kaptál egy világot, javíts rajta, ha tudsz. Kaptál egy életet,
viseld el, ha tudod. Kaptál egy napot, még mindent jóvá tehetsz. Puszta Sándor Dónum versével köszöntöm a avatandókat, leendő vitézeket, rendtagokat. Ez a vers nem szorul kiegészítésre, benne van minden. Inkább buzdít arra bennünket, hogy tovább gondoljuk, személyessé tegyük. Kaptál egy hazát, kaptál egy nemzetet, kaptál több mint 1000 év történelmet, kaptad a Kárpát-medencét, egy kultúrát, egy lelkületet, egy vérmérsékletet. Ezt őrizték hajdan a vitézek, és ezt kell őriznie a mai vitézeknek is, a mai kor megpróbáltatásaiban. Vízi Domonkos, római katolikus plébános, aki ezen a napon maga is felavatásra került, a hazaszeretet fontosságáról mondta el gondolatait. Nem tudhatom, hogy másnak a tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt elágoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatősből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel, egy-egy bokor nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. S tudom, hogy mit jelenthet egy nyári halkonyon a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. Eddig szeretném csak felolvasni Radnótinak ezt a gyönyörű versét, de egyértelmű, hogy a hazaszeretetről szól. A hazaszeretetet még Szent István táplálta belénk, éljünk úgy, hogy első királyunk ezt szerette volna megvalósítani. Egy másik idézetet is szeretnék mondani Vas Alberttől. Igaz magyarnak lenni akkora teher, hogy aki sokat viseli, megerősödik. Komoly, szép gondolatok ezek nekünk. Befejezésül szeretnék egy útmutatást adni. A vitézi lélek az áldozatkéz hazaszeretet szolgálatában a megalkuvást nem ismerő. Mindig éber, mindig tetrekész, soha nem csüggedő, nem lankadó hazaszeretetet tanítja. Mindig készen lenni a hazaszeretetre. Ezekkel a gondolatokkal szeretném Isten áldását kérni rátok, és áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A történelmi vitézi rend kitüntetéseit azok a személyek kaphatják, akik példamutatóan végezték nemzetvédelmi szolgálatukat a vitézi rend kötelékében. A vitézi rend aranyfokozatú nemzetvédelmi keresztjét kapják. Vitéz Dékány Ágoston, országos törzskapitány. Nemzetes uram, köszönjük munkádat, jó Isten anyja, szeretett egészséget. Vitéz Soltész Gyula, főszéktartó törzskapitány. Nemzetes uram, köszönöm a csodálatos munkádat, hogy közülön érdekének kivejtettél, jövőben is kivejtettél. Köszönöm, hazámat szólnak. Vitéz Bucsi László, törzskapitány. Nemzetes uram, különösen nagy öröm számomra. Továbbra is várjuk. Vitéz Erdélyi Takács István, törzskapitány. Nemzetes uram, jó helyre kerül. Nagyon kedves.
és köszönöm szépen áldozatos segítségedet. Remélem jövőben is. Köszönöm szépen Istennel, hazámat, rendemet szól. Vitéz Pintér Kornél, törzskapitány. Rendetesen az ilyen nagy örömben adom át. Hazámat szolgál. Vitéz Kustos János Kálmán, vitézi hadnagy. Nemzetesen. Igen, és jó Isten kérem, hogy továbbra is előtt egészséget a munkáthoz, és továbbra is segíts minket a nemzetvédő munkáinkban. Hazámat szolgál. A jó Isten áldjon és vezérelje benneteket. Az avatás előtt a történelmi vitézi rend új tagjai közösen is esküdtettek a rend eszményei és céljai iránti hűségükről. Én, vitéz dékány Ágoston, esküszöm a Szent Koronára, hogy a vitézi rend célkitűzéseit a rendi kódex előírásait, ismerem. Azokat a rend főkapitánya és a vitézi előjárók utasításaihoz hűen, életem végéig minden körülmények között megtartom. Magyarságomat soha meg nem tagadtam. Semmiféle nemzetellenes vagy titkos szervezetnek tagja nem voltam, és nem vagyok. Isten engem úgy segéljen. A történelmi vitéziren 8 hőst avatott vitézzé posztumusz. Rimanovai Múr Ottomár, császári és királyi ezredes. Vitézzé fogadom. Csuka Károly magyar királyi honvéd. Vitézzé fogadom. Forgács Imre magyar királyi honvéd. Vitézzé fogadom. Kerekes Imre magyar királyi honvéd. Vitézzé fogadom. Lujgics József magyar királyi honvéd. Vitézzé fogadom. Mika Pál magyar királyi honvéd. Vitézzé fogadom. Szlama József magyar királyi tizedes. Vitézzé fogadom. Tárnok László magyar királyi honvéd. Vitézzé fogadom. Vitéz dékány Ágoston, országos törzskapitány, hagyományos módon megkongatta a vitézi rend országvédő pajzsát, így jelezve az avatás megkezdését. A történelmi vitézi rend tiszteletbeli tagjává fogadta dr. Bakai Kornélt, a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett régészt, egyetemi tanárt és Teleki Júliát, a Magyar Ezüst Érdemkereszttel és Zrínyi Ilona díjjal kitüntetett délvidéki írónőt. Kérem Teleki Júlia úrhölgyet, hogy az avatáshoz szíveskedjen a főkapitány úr elé járul. A legfőbb hadúr nevében vitézővel. A történelmi vitézi rend ünnepségén több mint 70 főt avattak vitézzé, illetve fogadtak a nemzetvédelmi tagozat soraiba. Az avatandókat területi törzsenként saját és várományosi jogon szólították. A ceremónián külhoni magyarokat is avattak. Avatáshoz járul nemzetes Fehér István úr az ideiglenesen elszakított Felvidékről.
avatáshoz járul nemzetes legát István Rudolf úr. Avatáshoz járul nemzetes Pallér Péter úr az ideiglenesen elszakított felvidékről. Avatáshoz járul nemzetes Samu István úr az ideiglenesen elszakított felvidékről. Avatáshoz járul nemzetes Stubendek Márta polgármester úr hölgy az ideiglenesen elszakított felvidékről. A rend frissen felavatott vitézeit vitéz Hunyadi László főkapitány köszöntötte. Azt kérem tőletek, hogy ez sok szép jót és amit okosat, amit hallottatok és amit tanácsunk kaptatok itt a nagy tiszteletre és a főtisztelendő uraktól, fogadjátok meg. A Jóisten áldását kérem rátok, erőben, egészségben, hosszú életet a nemzet és az Isten szolgálatára. Tartson meg mindannyiunkat. Köszönöm szépen. Az avatási ceremónia zárásaként a vitézirend tagjai elénekelték a szózatot, a székely himnuszt és a Boldogasszony anyánk című 18. században keletkezett néphimnuszt.